akkor az előadás parancsolja. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is nagyon szépen köszönöm a felkérést, amely Székelyen kolléganőtől érkezett. Ugye nők az űrtevékenységben, ipari kutatások, ezt a címet kellene viselnie annak az előadásnak, amit én tartani szeretnék. Ígérem, nagyon rövid leszek és nagyon célra törő. Igyekszem a feszességet betartani. Amit érdemes rólam tudni, hogy én Miskolcon dolgozom, Miskolcról érkeztem, és az Admatis Kft. Színein belül tevékenykedem. Elsősorban, mint laboratóriumvezető, végzettségemet tekintve okleveles anyagmérnökként dolgozom, és doktor jelölt lettem ebben az évben a Miskolci Egyetemen. Szeretnék néhány gondolatot megosztani arról a tevékenységről egyébként, amit azelőtt végeztem, hogy az űrkutatásba csöppentem volna bele. Ugye igyekeztem egy kicsit személyesebbre szabni ezt az előadást, hiszen mégiscsak a hölgyekről van szó, mégiscsak inspirálni kellene azokat a lányokat majd a jövőben, akik kacsingatnak erre a pályára. Ugye nagyon hosszú út vezetett odáig, hogy szakmailag megérjek arra a feladatra, hogy itt dolgozhassam az Admatis Kft-nél. Gyakorlatilag minden, ami anyag, minden, ami speciális terület, az engem érdekel. És az anyagtudományra próbáltam összpontosítani, hiszen az űranyagtudomány gyakorlatilag az egyik legégetőbb, legdinamikusabban fejlődő terület manapság. Így a 21. század küszöbén azt kell, hogy mondjam, hogy egy mérnök nem rendelkezhet anyagipari ismeretek nélkül, de hát mindenkiben a csíra más, hogy ébredt fel. Én óvodáskorom óta ezzel szerettem volna foglalkozni, hiszen a nagy kérdés számomra az a pókháló kérdésköre volt. Pókháló nem lett, lett helyette űripar. Jelenleg 2021 óta dolgozom ennél a vállalatnál, viszont az egyetemen volt lehetőségem korábban többféle kutatásban részt venni, hála professzor Bárci Pál tanár úrnak, hiszen gyakorlatilag ő volt a mentorom végig. És néhány szót engedjenek meg, hogy meséljek a vállalat tevékenységéről. Ugye, aki még most került ebbe a közegbe, vagy még nem dolgozik nagyon régen ebben a szférában, hát ha szolgálhatok néhány új információval. Ugye elsősorban műhold alkatrészek tervezésével és termikus bevonatainak elkészítésével foglalkozunk. A profilunk elsősorban a termikus hűszigetelő paplanok tervezése és gyártása. Ugye ezt a szaknyelv gyakran emeliként rövidíti. Ezen kívül természetesen a minőségirányítási feladatokat és a projektmenedzsment feladatokat is ellátjuk, és nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző anyagtudományi fejlesztésekre. És akkor itt jövök én a képben, gyakorlatilag az űranyagtudomány egyik leendő vezető szakértője szeretnék lenni, legalábbis ez az egyik tervem és célom. De amivel egyébként én a mindennapokban foglalkozom, illetve amivel még néhány kollégámmal különböző projekttímekben foglalkozunk, ugye alapvetően mi projektalapú munkákat vállalunk el. Elsősorban az Európai Ügynökséggel, a Thales-szel, illetve az Airbus-szal alkotunk közös kooperációt, és nagyon-nagyon sokszor érkezik olyan megkeresés a részükről, hogy különböző műhold alkatrészek felületeit kellene kezelni, illetve ezeket tesztelni. Ugye anyagmérnökként gyakorlatilag az anyagvizsgálati tesztekért, illetve ezeknek a levezetésért vagyok felelős. Tehát gyakorlatilag itt a gyártástól, a bevonatoláson át egészen a különböző tulajdonságok változásáig nagyon-nagyon sok dologgal kell tisztában lennünk, illetve a csapatomnak. Ugye több anyagmérnök dolgozik egy teamben, gyakorlatilag minden területről, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak kizárólag fémekkel, illetve kerámiákkal vagy polimerekkel foglalkozunk, hanem inkább úgy mondanám diplomatikusan, hogy különböző kompozitokkal. Tehát gyakorlatilag nagyon széles skálán mozog a kollégáknak a kompetenciája. Ennek megfelelően több olyan területen is dolgozunk, amelyek nem csak anyagok fejlesztésével foglalkoznak, hanem mi magunk tervezzük ezeket, és gyártjuk is őket. Tehát ez egy nagyon széles paletta, tehát nincs két egyforma feladat, viszont ettől ilyen izgalmas. És 2020-ban az egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel a vállalat aláírt egy kooperatív megállapodást, amelynek során az általunk elsajátított tudást lehetőségünk van megosztani a hallgatók körében, illetve segíteni őket a tudományos pályára lépésben. Nagyon szerencsés vagyok, hiszen nekem is vannak hallgatóim a Miskolci, illetve a Dunajvárosi Egyetemen, és egy nagyon-nagyon kellemes viszony alakult ki közöttünk.
gyakorlatilag. És akkor nagyon-nagyon, tehát a tevékenységünkről csak tényleg néhány morzsát szeretnék megemlíteni. Igen, nem leszek annyira hosszú, mint amennyire én ezt terveztem eredetileg. De gyakorlatilag miről van szó? Ugye említettem ezeket a speciális bevonatok fejlesztését, ugye több olyan projektünk fut, amely során különböző űripari markereket szeretnénk fejleszteni, különböző intenzitás tartósággal, tehát időintenzitásbeli megnöveléssel, tehát élettartam megnöveléssel. Ennek megfelelően olyan kompozit anyagokat szeretnénk fejleszteni, amelyek ezeket a pigmenteket képesek minél tovább a matrix anyagban tartani. Természetesen, ahogy említettem, a különböző műholdak hőszigetelő paplonját, burkolatát is személyesen készítjük el, illetve tervezzük meg. Ugye ez látható a harmadik képen, és természetesen ennek megfelelően ezeknek a különböző tesztjeit is mi végezzük el. Ugye ebbe beleértendők a mechanikai, a termomechanikai, illetve különböző környezeti és klímatesztek, ugye, ahogyan említettem, a Miskolci Egyetemen és a Dunajváros Egyetemen van lehetőségünk a legtöbb teszt elvégzésére, illetve házon belül különböző környezeti és klímateszteket, illetve bake-out procedúrákat lehet végrehajtani, ugye ezek az extrém hőmérséklet különbségek, illetve a vákumban történő tulajdonságok karakterisztikájának megállapítására szolgálnak, és ahogyan említettem, hogy a bevonatokkal foglalkozunk jellemzően, ezeknek a különböző adhéziós tesztjét van lehetőségünk elvégezni. Ugye ezek különböző projektekhez kapcsolódnak. Én még igaz nem dolgoztam a vállalatnál, de biztosan emlékeznek a Keops, illetve a JUICE műholdak fellövésére. A munkatársaim, kollégáim igen nagy részt vállaltak ezeknek a hőszigetelő paplanoknak, illetve alkatrészeknek az elkészítésében. És nagyon sok olyan projektünk fut jelenleg, amelyek alapkövei lehetnek majd például a jövő űriparának. Gyakorlatilag. És akkor engedjék meg, hogy prezentáljak néhány képet magamról, hogy igazából attól, hogy én anyagmérnök vagyok, ugyanúgy részt veszek a gyártásban, illetve magában a mérések előkészítésében, tehát a piszkos munka nem áll távol tőlem sem, ezért mindenkit biztatok arra, hogy igenis vegyen részt a különböző munkafázisokban, hiszen nagyon-nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni ezáltal, hogy saját kézzel alkotunk meg valamit, illetve maga az alkotás öröme is abszolút egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Igen, és akkor végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy néhány nagyon méreható idézettel búcsúzzak, hiszen egyébként nem titkolt célom a STEM szakmák népszerűsítése, elsősorban lányok körében, hiszen ha már a nőkről mesélünk, a nőkről, a nők szerepéről szeretnénk egy kicsit többet hallatni a médiában, illetve a köztudatban, akkor egy Henry Ford, illetve Steve Jobs idézettel, hogy búcsúzzak, és próbálok motiválni mindenkit arra, hogy igenis próbálja meg a tudását szélesíteni, illetve a fiatal generációkat kinevelni. Tehát akár hiszed, hogy meg tudod csinálni, akár nem, igazad van. Ez tényleg egy nagyon korszakalkotó filozófus és szakember volt, ugye Henry Ford, illetve másik kedvenc idézetem pedig Steve Jobs-tól, maradj éhes, maradj bolond. Én ezt mindig arra gondolom, hogy aki ebben az iparágban tevékenykedik, vagy szeretne tevékenykedni, mindig kell egy kis másság, mindig kell egy kis eltérő szemlélet ahhoz, hogy új dolgokat fedezhessen fel. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tényleg rövid voltam, és mindenkinek nagyon-nagyon sok kitartást és szép eredményeket kívánok hasonlóan az előttem szólókhoz, és bízom benne, hogy a jövőben még fogunk egymással találkozni. És akkor itt a csapatunk, úgyhogy látjuk, hogy jelenlősen bővülünk, és tényleg minden motivált jelentkezőt nagyon-nagyon szívesen várunk. Köszönöm szépen a figyelmet!